egy olyan dologról szeretnék beszélni, amiről többször kaptam már álomsorozatot a mindenható teremtő Isten kegyelméből. Fel is raktam a YouTube csatornámra, egyiknek az a címe, hogy Könnyek a magyar nemzetér, és nem is olyan rég ezelőtt, két héttel kaptam egy olyant, hogy afrikai forradalom Magyarországon, vagy magyar forradalom Afrikában. Ezt a címet adta a Lélek. Én akkor nem tudtam, hogy miről beszélek, utána bebizonyosodott, és az este ücsörögve kint a teraszon egyik utitársam által, akinek a YouTube csatornája az, hogy álom a mindenható atyánktól felrakott egy videót ugyanevel kapcsolatosan, hogy ő is kapott egy erőteljes álmot avval kapcsolatosan, hogy mire készül a magyar kormány. Egy kétperces kis videó, de elég erőteljes jelzés volt arra, hogy igenis erről most beszélni kell, hisz most mindenki visszamehetett a nagy covidizmus után a vakációba, a vakulásba, a langyosságba, és az emberek nem veszik észre, sőt, nem is tudják, drága embertársaink, hogy merre fele masíroz ez az egész jelenség, és erről szeretnék Isten kegyelméből mondani egy pár mondatot, úgy, hogy nyilvánvalóvá legyenek az, hogy milyen lelkületből, milyen jellemből ki hogyan beszélhet arról, ami egyértelműen a lelkek millióinak a legyilkolása felé haladunk. Tehát úgy is mondhatnám, hogy mi az, ahol tévejeg a magyar nemzet egyen-egyenként, személyenként, velemmel az élen, mert kaptam erőteljes jelzéseket is, megmondom nektek őszintén, hogy elrejtegettem, elbagatelizáltam, és nem osztottam meg teljesen frissen a kenyeret, úgy, ahogy kaptam, és mindig elkezdek tépelődni és agonizálni szószoros értelemben, mint Jónás, bújdokolok a cegygyomrába, meg mindenre képes vagyok, csak nehogy a király meghallja, vagy a királynak elmondjam azt, amit át kell adnom az Isten kegyelméből, hisz nem én beszélhetek, hanem az Isten lelke beszélhet ki belőlem, azáltal, hogy engedem, hisz ő maga a teremtő, hogyha mutassa meg előre azokat a dolgokat, mind figyelmeztetés és ébresztő. Pontosan ez a lényeg benne, még egyszer hangsúlyozom, figyelmeztetés és ébresztő. És ahogy megnéztem Álom a mindenható atyánk YouTube csatornán ezt a rövidke kis videót, ahol a háttérkép egy ilyen nemzetgyűlés jellegű kép van fölrakva, de ide be fogom linkelni, és meg a többi videót is be fogom linkelni. Egyértelműen jöttek megértések és meglátások is, az atya annyira tökéletesen meg tudja mutatni lélek által az igazságot, hogy szószoros értelemben ilyen nappal csak erről kellene beszéljek, tehát kéne kiábálni a háztetőkről is, hogy az emberek meghallják, hogy mi az, hogy a babiloni lelkület, a babiloni szellemiség, a babiloni gondolkodás hova tudja vinni a magyar nemzetet, ugye a székelységet, az egész Kárpát-medencei magyarságról beszélek, és ezeket azért mondhatom el, hogy akinek lesz füle, meghallja ebben az igazságot, és személyesen Jézus Krisztushoz forduljon, az atyánkhoz, a mindenható teremtő Istenhez, a Jézus Krisztus atyához, ahhoz, hogy ezekben az időkben, ami most fog jönni ebben a nagy vakáció, Hawaii Digi állapotban, ugye a Dőzsi Habzsi után, az ne érje vállatlanul az embert. Tehát ne érje ezekről, amúgy amikről én beszélhetek Isten kegyelméből, ezek a Máté 24-ben le vannak írva, hogy fogtok hallani járványokról, háborús hírekről, és ez minden egyes nemzedék életében érvényes. Tiszt minden egyes nemzedék azért próbáltatik meg, vizsgáltatik meg az Isten lelk által, hogy aki menthető, menthetővé tegye még. Tehát ez nem egy rémületes dolog, amiről beszélhetek, hanem valójában ez egy erőteljes kiáltás, felszólítás a lelkeknek, a gyerekeknek, a kicsin lelkeknek, hogy meghalljátok ezáltal az édesapátok, a mindenható teremtő atyátoknak a hívását, az udvarlását, tehát azért jelenti ki előre. És hogy tisztább legyen a kép, és
ne bonyolodjak bele a mondandómban, láthattam közben azt is, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter urat megkérdezték valami riportelek, hogy kinek a barátja, ugye, ő, tehát ki az, aki nekik barátjuk, ugye a magyar kormánynak, az oroszok vagy az amerikaiak is. Szijjártó Péter így válaszolt, hogy ő magyar barát, ő egyiknek se a barátja, hanem ő kimondottan magyar barát, a magyar érdekeket helyezi előtérbe, és ezt tett, mint hangsúlyozta, és ez mellett kiállt, és ezt elmondom nektek, hogy ez nem így fog történni, mert magyar barát ide, magyar barát oda, én értem, hogy maga a külügyminiszter úr miről beszél, de ő is tudhatná, és tudja is szerintem, hogy szint kell vallani. Tehát ezek az álmok, ezek a figyelmeztetések, felhívások, amit a jó atya adott, és amikről hála Istennek, hogy engedelmes voltam valamelyest, és csinálhattam videókat, mind ahogy mondottam, egyiknek az a címe, hogy könnyek a magyar nemzetért, hisz amikor az ember embereket követ, tehát bízik egy vezérnek a vezetésében, csak nem ismeri a lelkületet, nem ismeri az egésznek a jellemét, a hátterét, a szellemiségét, és ez azért van, mert az emberek többsége, az embertársaim többsége, a Kárpát-medencei magyarság többsége tévelyeg. Vagy lázadozik, vagy erőteljesen tévelyeg, emberkövetésben vagyunk mindannyian. Én tudom, hogy miről beszélek, hisz én is belecsúszok ezekben a dolgokban, amíg meg nem fed engem a mindenható teremtő Isten. És jól teszi. Tehát az ő vesszője és pálcája igazít meg engemet is, mert annyira földhöz ragadtak vagyunk, annyira be vagyunk programozva, evel, kiskorunk óta ez a fenevad rendszerének egyik kivitelezése, erőteljes erőltetése, hogy meglegyen a program, hogy az életünk idejét, a lelkünket neki adjuk, ő neki szolgáljunk. Tehát a magyar barát megnyilvánulás azért nem lesz reális, nem valóságos, mert szint kell vajon a magyar kormány. Tehát abban a videóban, hogy könnyek a magyar nemzetért, Isten lelkáltan egyértelműen nyilvánvalóvá tehettem azt ott, és elmondhattam azt ott, amit az atya szívemre helyezett, hogy az ember követésnek egyértelműen erőteljes ára lesz, tehát kemény ára lesz. Nagyon veszélyes az egész, hisz maga a teremtő atyánk azért mutassa meg ezeket, hogy ő hozzá fordulva személyesen vezessen mindenkit egyen-egyenként ki ebből az úgynevezett halál mantrájából, ebből a csapdából, ami egyértelműen a lelkünk ellen és a testünk ellen irányul. Vagy fordítva is mondhatnám, tehát a testünk és a lelkünk ellen alattomos módon eltakarva az igazságot, mert az igazságot egyedül maga személyesen Krisztus lelke tudja megmutatni. A következő videó, amiről beszélhettem, afrikai forradalom Magyarországon van, magyar forradalom Afrikában, az is fönn van a YouTube csatornámon, ott Isten kegyelméből azt láthattam, és azt mutatta meg az atya, hogy ami most történik Nigerben, az egy államképen keresztül megmutatta, hogy hogy történt, és akit érdekel, hallgassa meg, de röviden én is elmondom. Tehát az államban az volt a lényeg, hogy ezek az afrikai városban, ahol az infrastruktúra kisincs építve, tehát ilyen poros utcák voltak, homokos utcák, hisz tudjuk, hogy Niger pontosan a sivatagnak a szélén van, ott ilyen magas, fekete fiatal emberek ilyen katonai mellényben, sokzsebes katonai mellényben piros-fehér zöld gokárdát viseltek, és az volt a feladatuk egy felsőbb rangú, fekete irányító ember által, hát ugye Afrika egyértelmű fekete, hogy a városból, akik akartak kimenekülni, mert az új rendszert nem akarták elfogadni, ugye történt Nigerbe egy katonai pucs, azokat mindenki gyilkoljanak le, sőt, még a sofőrt is, aki megpróbálja őket kimenekíteni, vagy kivinni a városból, állítgatták meg az autókat, és az embereket szószoros értelemben, akik próbáltak kimenekülni, tehát a úgynevezett nyugat szemébe, egy demokratikus kormány volt eddig, de most történt egy katonai pucs, ne tudjanak kimenekülni, tehát az atya úgy mutatta meg nekem ezt az egészet, hogy ez a vezetőjük és ennek az emberei az utcákon vadásztak az ellenségükre, tehát a régi rendszernek az embereire.
Egyértelmű, hogy a lázadozás lelkületét hordozza magába, sőt, mi több, a jelenése könyvében Krisztus Jézus által ki van jelentve, hogy aki öl, a fenevad lelkületű, ugye, a földhöz ragadt ember, aki öl, ő is kardáltal vészel, tehát aki karddal öl, kardáltal vészel, vagy aki bebörtönöz valakit, ő is bebörtönöztetik. Tehát a kiegyenlítődés az így is, úgy is megtörténik. Az Isten életrendjét nem lehet fölborítani. Tehát ki mit vállal be, mit cselekszik meg, annak vannak következményei, drága emberek, és ezért beszélhetek erről, és bízok abban, hogy Isten lelk által egyértelmű lesz, amiről beszélhetek. Tehát ez volt az az álomsorozat, amit kaphattam, és megmutatta az Atya, hogy a főtér kiürült, és megmaradtak ezek az emberek, ezek az irányított fenevad lelkületű emberek, akik gyilkoltak a vezérüknek a biztatása által, és ott láthattam a mellényükön a piros-fehér-zöld kokárdát, egyértelmű lélek által megértve, hogy a magyar forradalom, ugye az 1849-es magyar forradalom lelkülete van benne, a lázadozás lelkülete, nem az Istenhez való fordulás személyesen, hogy ő általa formálódjunk át, és értsük meg az egész életünk értelmét, meg megláthassuk a teljes igazságot, ami kijelentetett Jézus Krisztusban. Mert ő az út, az igazság és az élet, hanem inkább válasszuk azt az ideiglenes hiába való fenevad lelkületét, ami mullandó, és ez a test nem örökölheti az Isten országát, így belemegyünk ebbe a lázadozás lelkületébe. És meglepetésemre ültem a hétvégén, pont egy olyan helyzetben, erről most úgy nem nagyon szeretnék beszélni, az előző videón belül mondhattam, hogy a megfelelés hegye és a langyosságom miatt, hogy bagatelizáltam és toltam el én is magamtól azt, amikor akkor kellett volna beszéljek. Tehát megvoltam én is próbáltatva a dicsőség Jézus Krisztusnak, és szembesítve azáltal, hogy mit jelent a langyosságban lenni. Tehát maga a lelkületét mutatta meg az Atya, mert maga a mindenható Isten, a mi Atyánk, ő lélek, és ő lélek által a lelkületét mutassa meg képekben. Tehát Nigérben az történt, ami Magyarországon annak idején ugyanaval a lelkülettel fellázadtak, egy babiloni szellemiségben és lelkületben lévő kormány által, tehát egy nyugat által, Amerika által támogatott kormánnyal szemben egy katonai puccs történt, mert orosz oldalra álltak át, és itt jön a lényeg. Itt jön a lényeg az, és ugye akkor kedves utitársam föltette azt a kis kétperces videót, amit mondtam, hogy ide be fogok linkelni, ahol arról beszél, hogy álmában az Atya megmutatta, hogy hogy toborozták a magyar fiatalokat a hadseregbe, tehát katonának, tehát a háború, és a színvallás, így mondom, a színvallás az nyilvánvaló lesz, tehát Szijjártó Péter külügyminiszter úr, amiről beszél, az valójában egy eltusolás az igazságnak, mert a magyar kormányi szint kell valljon, kihez tartozik? Babilon, Amerikához, vagy Oroszországhoz, kelethez. Egyik az erőteljes törvény, a másik a szabados világ, amit láthatunk most mi az Európai Unióban lévő kárpát-medencei magyarok, hogy ennek milyen következményei kezdtek lenni az elkövetkező 30-35 évben, hogy hova juttunk, és mi lett ezáltal a lelkület által, hát erről még külön lehetne tartani egy komolyabb tényleg előadás, de hát nekem én nem ez a dolgom, én azt mondom el, amit az Atya szívemre helyezett. Tehát szint kell valljon így is, úgy is. Tehát a magyar barát az egy dolog, értem, hisz én is régen egyfolytában tényleg benne voltam ebben a nemzeti érzelemben, ebben a hazafiasságban, ebben majdnem belehaltam, és ami kiderült, Isten kegyelméből Jézus Krisztus által újjászületve megláthattam, hogy az emberkövetés és a tört én ellenbe való létem, tehát az énem, amikor megvan törve, és az ellen bennem megvan törve, ugye, a jellemem,
akkor ennek a hazupropagandának nem is nehéz felülni, nem is nehéz hinni. Tehát mindig mi hősök voltunk, úgymondva a kárpát-medencei magyarok, székelyek, mindig kíváncságosak voltunk, mindig eljátszottuk, hogy velünk nem bírnak. De hát a történelem, ugye a tört embernek, az elbukott embernek a világa bebizonyította, hogy már pedig nem úgy van, mert mindig a vesztes oldalon jöttünk ki, úgymondva vesztes oldalon, hogy ezáltal is puhulóba vagyunk. Tehát az atya megengedte, hogy meglássuk, hogy nem minden a földhöz ragadtság, nem minden az anyagi jólét, gazdagság, amivel most az Unió bebódították az egész Kárpát-medencei magyarságot, hanem itt egyértelműen az életünkről van szó. És milyen életről? Hát a lelkünkről, mert a lélek az, ami éltet, test nem használ semmit. Jézus Krisztus az én mesterem szavai által, és ezt megtapasztalva személyesen, én erről tudok nektek beszélni. Tehát szint fog vallani a magyar kormány, ha tetszik, ha nem, szint kell valljon, hogy hová tartozik, és ezáltal minden nyilvánvalóvá lesz, fel kell vállalni azt, ami ahova igazából mélyen a szívében tartozik. Mert most megy a babiloni propaganda a médián keresztül, és tényleg olyan gőgös megnyilvánulásai vannak a magyar kormánynak, amit láthattam például Tusványoson is, én nem politikáról akarok is pártoskodásról beszélni, ami egyértelműen a babiloni lelkület, tehát mutassa meg, hisz figyeljük meg, drága emberek, és láthassuk. Tehát láthassuk a szemeinkkel és hallhassuk a füleinkkel, hogy minden egyes kormány, amely a babiloni lelkületben benne van, tehát a nyugathoz tartozik, a nyugati tömbhöz, mindegyik fel van fuvalkodva. Mindegyik magabiztos, mindegyik erős gazdaságilag, mindegyik tudja a megoldásait, és ez bármelyik ország belmész, úgy Romániában, Magyarország, Lengyelország, úgy végig nyugaton, mindenki magabiztosan nyilatkozik a saját dolgairól is takargat vezáltal azt az igazságot, ami felszínre fog jönni, és ez is kegyelem az Istentől. Tehát felszínre kell jöjjön, mert nincs az a hazugság, nincs az a titok Jézus Krisztus szavai által, az én mesterem szavai által, megértve lélek által, ami felszínre bűn nem lepleződne le, nem lenne nyilvánvaló. Tehát ez lehetetlen. Tehát a magyar barát itt be fog borulni. Egyértelműen. Szint kell valljon a magyar kormány, és ezáltal a magyar nemzet, de a magyar nemzet egyen-egyenként. És lesznek szakadások, és lesznek testvérharcok, és lesznek lázadások, és egyértelmű, hogy ez is a kegyelmi idő, és én nem jezgetek semmit, senkit, én csak elmondom azt, amit megláthattam az utóbbi időben, a jó atya kegyelméből, az Isten lelk által, hisz én is egy szerencsétlen ember vagyok, és bukdácsolok, az Isten lelk az, aki megtart, az ő kegyelmére szorulok, az ő irgalmára nap, mint nap, az életem minden percében, hogy ne menjek bele én is ezekben a tévegésekben. Tehát maga a babiloni lelkület ez így nyilvánul meg. Van még egy erőteljes videó a YouTube-on, megtalálható a Kiáltó Szó csatornán is, nem tudom, hogy az enyémben van-e, fölrakva, már nem emlékszem, az a címe, hogy Amerika égni fog, Dumitru Dudumán proféciája, ez a 90-es évek elején, 80-as évek végén, azt is érdemes megszívlelni, megnézni, én Isten lelk által fohászkodva megérteni, hogy miről beszél. Hogy fog történni az, hisz most már történik, globálisan is, látható módon az ember történelmében, a bukott ember történelmében, hogy történik a szétválasztódás kelet és nyugat. Egyik az erőteljes törvény Oroszország, ahol nincs szabadosság, nincs LMBTQ, meg nincs homoszexualitás, meg minden, ami ugyanúgy megtöri az ember, de megtarthassa az embernek a lelkét, és az Isten által megengedett dolog, vagy marad a nyugatias, szabados, liberalizmus, babiloni elbukott parázna fenevad lelkületében, ha úgy mondhatnám, a hollywoodi világ az elképzelt hazug, önámító, csábító, hitető halálmantrájában, vagy
egyértelműen felébred az egyén, tehát mindenki egyen-egyenként szólítva lesz ezekben az időkben a Teremtő Isten által, hogy kijöjjön Babilonból, hogy kijöjjön ebből a lelkületből egyszer, és ezáltal egyszer meg kell történjen az embernek az egyéni föltámadás az Isten lelk által, meg történik az Isten kegyelméből ezekben az időkben, meg történhet, így mondom, a feltámadás az embernek az ébredése. Azért beszélhetünk, azért kiábálunk éjjel-nappal, mi valami őrültek, hisz úgy nézünk ki, mi valami nem normálisok, hisz én is tudom, hogy ez az egónak, az agynak, ez egyszerűen bolondság. Nem normális dolog, az atya ezt is megmutatta. De szabadulás a léleknek. A léleknek, ami igazában, valójában vagy, és vagyok én is. A igazi valódat megismerheted, hogy ki vagy te, miért vagy itt, mi az életed értelme, honnan jöttél és hová tartasz. Nem visz senki semmit magával. És visszatérve a babiloni lelkületben való ragadás, az egyértelműen égni fog. Dumitru Dudumán proféciája által egyértelműen kinyilvánított az Isten a hosszantűrését, béketűrését és hivogatását, udvarlását úgy a magyar Kárpát-medencei magyar számára, mint az egész nyugati világ számára az egész, mert aki hozzá tartozik a babiloni lelkülete, szellemiséghez, gondolkodáshoz, ez a anyagi és földhöz ragadt fenevad világához, ugye, az amerikai államhoz, és aki belemegy ennek a propagandájában, a lelkületében, be fogják sorozni, erről beszél a drága útitársam ebben a videóban, hogy mit láthatott álmában, hogy besorozzák a magyar fiatalságot, és megy a propaganda, hogy a hazát meg kell védeni, és meg kell védeni a földet, és nem beszélve arról, hogy a babiloni lelkület által annyira fölfuvalkodott már a magyar kormány is, hogy tusványosan kijelent olyan dolgokat, és reménykedik abban, hogy ugye, mivel a babiloni lelkület benne van ez a gondolkodás, reménykedik abban, hogy Erdélyt visszaszerezheti, vagy visszakaphassa azokat a területeket. Na most én erről nem akarok nektek beszélni, hogy mi van ennek nekük az értelme, egyértelműen, hogy a földi gazdagság. És nem kérdezték meg a mindenható teremtő Istent, hogy egyáltalán visszaadná-e ajándékba ezt a területet a Kárpát-medencei magyarságnak, hogy érdemes-e már egységben lenni úgy, amiről álmodozik a magyar a történelme során. Mert az sem véletlenül történt meg, hogy szétkezlet essen a magyar királyság. Erről se szeretnék most beszélni. Tehát nem jól ülünk a lovon, drága emberek, fordítva ülünk a lovon. Fordítva ülünk a lovon, és az atya ezt mutassa meg elsősorban nekem, és nekünk, Istennek, a gyermekeinek, hogy erről beszéljünk éjjel és nappal. Tehát hívjunk ki mindenkit, aki meghallja Isten kegyelméből, mert én nem tudok senkit megmenteni, mi nem tudunk senkit megmenteni. Mi elmondjuk az igazságot, amit az atya a szívünkre helyezett, hogy gyertek ki Babilonból, meneküljetek ki, mert amíg nem késő, mert a besorozása megtörténik, végig fogjuk nézni, hogy a gyerekeinket hogy viszik a vágóhídra azok a vezetők, akiknek tapsikoltunk, akik nem láttuk meg, hogy milyen lelkületből, miből beszélnek, akár Isten nevébe is, esküdözve a mindenható teremtő Isten előtt. Maguk mellé ültetve püspököket, papokat is össze vannak feküve a vallás, a kereszténység össze van feküve a fenevad rendszerével embereket. Ezt kell meglátni Isten kegyelméből, hogy ki tudjunk szabadulni egyen-egyenként. Tehát ez nem kényszer, ez egy lehetőség. Isten ország egy lehetőség, egy megismerés, egy csodálatos dolog az életedben, hogyha téged személyesen a mindenható teremtő Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, fog tégedet vezetni. Tehát szint fog vallani mindenki, és ez is egy óriási kegyelem lehetősége, mert ezáltal, ami az elkövetkező időben történik, és én nem tudom, hogy hogy történik, emberek, ezt egyedül az atya tudja, én csak azt mondhatom el, amit a szívemre helyezett. Kegyelmi idő, mert az ember szembesülhet, hogy kit követett, kinek adta az élete idejét, és megláthassa a csapdát, a hiába valóságot, és azt mondja az Úr, a mindenható Isten, kiállj hozzám, és én megválaszolok.
kiállj hozzám, és én megválaszolok, nem hagylak ott tégedet, mert hűséges a mi atyánk, szerető, kegyelmes atya, hosszantűrő, hisz a tudomány proféciájától idáig eltelt 35 év, Amerika figyelmeztetve volt, és láthassuk, hogy a globális szétválasztódásban olyan országok mennek szembe Amerikával, úgymondva nagy erős Amerikával, és nyilvánvalóvá felvállalják azt, hogy ők Oroszországot akarják, mert elegük lett abból, hogy kizsákmányolták őket, is már nem félnek, tehát elkezdődött az Amerikával szembe való nyílt lázadás, a szembemenés, tehát Amerika meg van gyengülve, meg kell nézni a vezetőjét, egy beszédben elalszik. Nem hiába engedi meg az atya ezeket a dolgokat, hogy még a valóságban is meglássuk az igazságot, hogy miért van egy ilyen nagy hatalomnak egy ilyen vezetője például. Vagy például Magyarországnak miért van olyan vezetője, amilyen. Tehát ez mind tükör, nekünk mind tükreink, én nem őket bántom, nem akarok róluk semmi olyan mondani, amit én nem tudok. Egyedül az Isten, a szívek és a vesség vizsgálója. De maga a lelkületről beszélhetek, hogy teljességében mi folyik, és hogy hogyan csapják be azokat az embereket, akik megszokták a jóléti társadalmat, a babiloni lelkületet, a szabadosságot, az LMBTQ-t, a melegséget, és szószoros értelemben azt is hozzá kell tegyem, hogy a kereszténység nevében hogyan vannak az emberek benne tartva a rendszerbe, hisz egyértelmű lett a covidizmus idején, amikor a kereszténység nevében küldték egyes sorba az embereket oltogatni, egyes sorba gyilkolták le az embereket méreggel. Mondjuk ki az igazságot, mert ez az igazság. De én nem senki ellen nem beszélek, hanem nyilvánvalóvá teszem Isten lelk által azt az igazságot, amit a szívemre helyezett. Tehát mivel felfuvalkodott ez a kormány, mert föl van fuvalkodva, maga a lelkülete, amit én láthattam, és Isten meg is engedte, hogy meglássam, maga a lelkülete, amivel föl van fuvalkodva, egyértelműen, hogy kell erőteljesen, hisz azt mondja a mindenható Isten is, hogy a felfuvalkodott embert felviszi a csúcsba, s onnan elengedi, hogy essen le. Jól halljátok, fölviszi a csúcsba, megengedi neki, hogy fölfuvalkodjon, és utána leesik, és széthasad, mint Júdás. Szószoros értelemben kifordulnak a belei, és akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy kit követett a Kárpát-medencei magyarság, ki volt neki a vezetője, és akkor jön az irtózatos nagy káosz, veszedelem, az egyéni megpróbáltatás, mert az a rendszer, amit építettünk és amiben hittünk, az én nemzedékem, az amikor összeborul, drága emberek, akkor igazából kijön az embernek az igazi valója, éne, hogy kibe hitt, kit követett, hogy élt, megmutatkozik teljesen a lelkülete letagadhatatlanul, nem csak a magyar kormánynak a fölfuvalkodottsága, a babiloni megnyilvánulása és szellemisége, hanem mindannyiunknak egyen-egyenként. Letagadhatatlanul. Tehát Isten senkit nem zár ki a mennyek országából, mi saját magunkat tudjuk csak onnan kirekeszteni. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy kikerülnek a külső sötétségre, lesz ott sírás és fogcsikorgatás, és ez nem vicc, emberek, ez nagyon komoly. Ez maga a pokoli állapot, az Isten nélküli állapot. Ez az agynak botrány, a földhöz ragadt embernek, az anyagias, jómódú, fölfogalkodott, a babiloni, amerikai lelkületű embernek, ez őrültség. Tehát ezért történtek az utóbbi időben ezek a dolgok. És az az igazság, hogyha megnézzük teljesen erdélyi magyarság és a székelység az utóbbi időben, ugyanebben a lelkületben elég erőteljesen el volt bódítva, és nem hiába engedtetett meg annak idején, hogy megtörténjen a szakadás, tehát ugye elcsatolták ezt a területet, mert talán még valamelyest a székelységben, abban a nyomorúságban, amiben én is a volt diktatúrában láthattam még azt az egyszerű, tiszta, gyermekies lelkületet, ami a székely emberben benne volt, az ma már kipusztuló félbe van. Ez a nemzedék az enyém, és az új nemzedék az már valójában magasról letolj mindent, tényleg mindent, amihez valaha ezek a úgynevezett Isten gyermeki lelkületben lévő emberek még ragaszkodtak, mert nem engedhettek meg maguknak akármit. Vissza voltak fogva, és ők nem meghaltak emberek, hanem megboldogultak. De nekük is megvolt a próbájuk. Első-második világháború, kemény diktatúra.
rengeteg megpróbáltatási szenvedés közepette megtanultak szívben alázatosak maradni és bízni a teremtőjükben, már más nem volt. Ez a lényeg az egészben. Ez a kegyelem. Ezt tudom, hogy így keményen hangzik. Ez a kegyelmi lehetőség az embernek, hogy erre nincs szükség amúgy. Nincs. Nincs szükség. Isten nem akarja, hogy mi szenvedjünk. De mivel visszaélünk folytonosan az ő jóságával, a gondviselésével, és úgy, ahogy a Dudumán elmondja a videóban, hogy aranykehely volt Babilon az atya kezében, az úr kezében, a jólétet megadta az embernek, de az ember pofátlanul visszaéltünk, én is, mindannyian emberek, hát itt láthatom, hogy miben élek, mit tettem életem során 50 év alatt, hogy guztustalanul, hitványul visszaértem a jó atyám kegyelmében, nem egyszer és nem kétszer, és az Istennek a hosszan tűrése is véges, hisz legyünk őszinték, nálunk is véges, nála is véges, nem lehet az Isten rendéletét fölborítani. Nem lehet szembe menni avval a tökéletességgel, aminek maradnia kell mindenütt, és fog az atya alkotni és összerakni az övéiből, akik meghallották őt, az ő gyermekeiből, egy új nemzedéket, akik tovább viszik a magot, tovább viszik a lelket, a Krisztus lelkét, akár itt a földön is. És ezt ő meg fogja engedni, hogy a világ nagy hatalmai, a nagy erősei, a nagy fölfuvalkodottak a babiloni lelkületben, úgy a magyar nemzetből is fog, vannak neki gyermekei, ki fogja őket onnan vezetni, és meg fogja mutatni, megengedi, hogy megláttasson az egész világon, hogy az ő gyermekei azok, akikben van a jövő a földön is, beléjük, fektette a bizalmukat, és akik hűségesek maradtak, mindvégig kitartnak, azok üdvözülnek. Az én mesterem Jézus Krisztus által nyilatkozhatom ezeket a szavakat, hisz tőle tanultam személyesen. Azokban lesz itt a jövő a földön, akik túl fogják élni ezeket a megpróbáltatásokat és nagy nyomorúságokat, mert az atya oltalma és kegyelme megtartsa őket. Majd ő eldönti, hogy ki, hogy és mind. De addig is egyfolytában szólodgat mindenki tegyen egyenként, hogy emberek ébresztő úgy, hogy meglátszott már a világban, hogy mi történik. Történik a nagy szétválasztódás, és te döntöd el személyesen, senki nem fogja helyetted eldönteni, hogy kihez akarsz tartozni. A megsemmisülés széles útján, vagy az élet keskeny útján, amit Jézus Krisztus megmutatott az életével, a halálával és a feltámadásával. Hisz azt mondjuk magunkról mi, kárpát-medencei magyarok, székelyek, vagy keresztények vagyunk. Azt kell mondanom nektek, hogy nem sok köze van a mai kereszténységhez Krisztusnak, csak az ő nevében prédikál, az ő nevében tartsa benne a híveit a rendszerben, az ő nevében küldte a halálba, küldte a méregbe, az oltásba, a maszkolásba bele a híveit, a fenevad rendszerének a parancsára egyértelmű nyilvánvalóvá lett minden. Úgy érzem, hogy nagyjából Isten kegyelméből én elmondhattam azt, amit az atya szívemre helyezett. Teljesen ezt úgysem fogom tudni soha elmondani, soha nem fogjuk tudni elmondani. Ezért személyes az igazság, aki személyesen a mindenható teremtő Istenhez fordul, és Jézus Krisztus által újjászületik, mert megkapja ezt a kegyelmi ajándékot. Mindenki Isten nem szűkmarkú, neki van. Az atya az lélek, benne élünk, benne mozgunk. Az megtudhassa teljesen az igazságot, és nem lesz szüksége senkire, se rám, se senkire, mert őt személyesen az Isten vezeti, és azt fogja cselekedni, amit az atya mutat neki. Megtörténik a csodálatos átformálódás szívben, lélekben, és szabad gyermek leszel. És nem lesz ilyen, hogy magyar vagy, vagy cigány vagy, vagy román vagy, vagy lengyel vagy, hanem Isten gyermeke leszel, mert Istennek a világban mindenütt vannak gyermekei. Bármilyen nemzetiségű lehet, akár hottentotta is, ő a szívek és a vesék vizsgálója, és ember, ezt jól jegyez meg, amit most mondhatok, Isten kegyelméből, hogy ez neked és nekem is szól. Tehát mi döntünk személyesen. Ez az Isten gyermeki állapot, az Isten fiúság, a Krisztushoz hasonlatos fiú, aki az atyához tartozik, és semmilyen földterülethez és semmilyen nemzetiséghez.
Ennyit szerettem volna nektek elmondani. Sziasztok! Azt láthattam, egy tér és sok-sok ember, szülők és gyerekek ilyen kiülőkön ültek és vártak valakit. Ez a valaki meg is érkezett és beszédet mondott. Egy magas, beosztású, befolyásos ember, tehát vagy Orbán Viktor, vagy a honvédelmi miniszter lehetett, és olyan beszédet mondott, amivel ő bíztatta, buzdította a szülőket arra, hogy a gyerekek vonuljanak be a seregbe. És amikor én ezt hallhattam, Isten bocsássa meg, tényleg így mondtam, hogy ki lenne az a hülye szülő, aki képes lenne a gyerekét elküldeni a háborúba. És ahogy én ezt kimondhattam, egy páran felálltak és elhagyták a helyszínt. És akkor láthattam meg a kiülők alatt megbújva egy fekete hajú, azt hiszem fehér ruhás fiúcskát, aki mosolygott rám. És a következő álomképben én egy nagy tömeget láthattam, rengeteg ember, mindenki kezében a magyar zászló, és büszkén lengették ezeket a zászlókat a büszke magyarok. Istennek legyen elmondhatatlan hála és dicsőség mindenért. Áldás, békesség mindenkinek. Sziasztok! Néhány szóban, hogy hogyan történik a magyar fiataloknak a háborúba való elvitele, egészen pontosan mondjuk ki a legyilkoltatása. Ha valaki azt gondolja, hogy ilyen nem történt korábban, akkor elmondom, hogy ilyen történt sajnos sokszor. Amerikában is történt ilyen. Mert mindig a hatalmas szabadosságban, amikor a szabadosság úgymond elburjázott egy nemzet köreiben, akkor Isten megengedte azt, hogy a fiatalokat elvigyék háborúba. És ott ugye a háborúban nagyon sokan szembesültek azzal, hogy mit választottak, hogy a béke nevében ők milyen szituációba kerültek, és sokan elsírták magukat, és vannak ilyen nagyon híres fotók, ugye, a háborúból, amikor ugye a háborús fotós lefotózhatta, megörökíthette azt, hogy akik ugye korábban a hatalmas szabadosságban a béke nevében indultak háborúba, hogy összetörtek és sírtak, ugye, és hát mit mond Jézus? Boldogok, akik sírnak, mert őket a mindenható Isten megvigasztalja. Teljesen biztos, hogy egyesek. Tehát ez, amiről most itten szó van, drága embertársak, úgy hangzik, mintha Amerika ellen beszélnénk, de mi nem tehetjük azt, hogy Amerika ellen beszélünk, mert ott is emberek vannak, ott is becsapott emberek vannak, mint Magyarországon és Székelyföldön, és szerte a világban mindenütt. Tehát értük, beszélünk, és értük, kiáltunk. Tehát ugye, akik belementek abba a hatalmas szabadosságba, amiben most is vagyunk, amiben van a nemzet, a magyar nemzet, nem csak Amerika, ott mindenhol szörnyű tragédiák történtek. És igen, meggyőződésem, hogy Isten még ezt is azért adta, hogy néhány lelket megmentsen. Nekem teljes meggyőződésem, hogy még a csatában is, még a háborúban is, a háború borzalmainak közepette is egyes lelkek megmenekültek. Nem mindenki, drága emberek. Mert voltak, akik annyira programozottá váltak, hogy teljes meggyőződésük volt, hogy ők az ellenséget lövik. És őket nem tudta az Úristen megmenteni. Maximum az történt, ugye, ami mindig is történt, hogy a fenevadat lemészárolta, ahogy Jézus mondta, hogy aki fegyvert ragad, aki fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletni. Tehát aki megragadja, megfogja a fegyvert Magyarországon is, megfogja fogni a fegyvert a propaganda hatására, azt fegyverrel fogják megölni. Kedves magyarok, magyar apukák meg anyukák is, fiatalok, aki ezt megértheti. Megkérek szépen mindenkit, hogy nézzétek el nekünk, hogy ilyen balgák vagyunk, és ilyen egyszerűek vagyunk. Nekünk nincsen képesítésünk arra, hogy beszéljünk és szónoklatokat tartsunk. Nekünk annyi képesítésünk van, amit kaptunk Istentől, Isten lelke által. Tehát megkérek szépen mindenkit, hogy nézze el nekünk, hogy nem tudunk olyan tökéletesen beszélni, és próbáljon figyelni inkább a tartalomra, hogy ne a külsőség és ne a forma szerint ítélje meg a beszédünket, mert akkor senki nem fogja megérteni, miről van szó.
Mi lélek által próbálunk szólni, egyszerű emberek vagyunk, nekünk ez nem szakmánk, és nem végeztünk semmilyen iskolát, hogy szónokoljunk. De mindazonáltal az Úristen azt adja lelkünkre, hogy beszéljünk és figyelmeztessük az embertársainkat arra, ami eljövendő. És meggyőződésem az is, hogy a magyar nemzet, nem csak a magyar nemzet, most nyilván ugye a magyar nemzethez szólunk, mert nem angolul beszélünk, tudnék beszélni ugye angolul, és angolul ezt elmondhatnám, vagy románul, de nekem a jóságos Isten azt adta, hogy beszéljek magyarul, beszéljünk magyarul. Hogy figyelmeztessük embertársainkat, a szülőket, az anyukákat, az apukákat, és a fiatalokat is, akiket még lehet figyelmeztetni, hogy tömegmészárlás fog következni. Vérfüldő fog következni, és ahogy mutatta a magasságos Isten, a mindenható, a mi atyánk, ugye, akit szégyellünk sajnos, muszáj mindig, tudom, hogy picit ez ilyen fájdalmasan szembesítő, de muszáj elmondani, drága emberek, hogy a magyarok szégyelik Istent. Szégyelik a Jézus Krisztusnak az atyát, aki szólt Jézus által. Szégyelik az ő nevét, szégyelik az ő szavait. Na, ő mondja azt, amiről mi itten bizonságot tehetünk, hogy bele lesz víve a magyar, bele lesz csalva, a béke nevében lesz belecsalva a háborúba, és akik az emberekre figyelnek, emberi vezetőkre, akármilyen amerikai, vagy orosz, vagy magyar vezetőkre figyelnek, és nem kérik az élő Isten vezetését, sokan a vérükkel fognak fizetni, de sajnos nagyon sokan fognak fizetni a lelkükkel is, nem csak a vérükkel, nem csak a testi halálukkal, hanem a lelkükkel is. És vissza akkor a háborúhoz. Tehát ez, ami most történni fog Magyarországon, ez már korábban megtörtént. Amerikában megtörtént, Amerika is sok fizetett, tehát Amerika is vérrel fizetett. Amerika is a fiataljaival fizetett. Mert amikor őket elvitte háborúba, akár Irakba, akár Vietnámba, akár hova, ahol háborúztak, akikkel ők háborúztak, ott nagyon sok amerikai katona is meghalt. Nem csak németek haltak meg, és nem csak oroszok, hanem amerikai katonák is meghaltak. És sok fiatal gyermek akkor látta meg, hogy ő be lett csapva, és sírt, és meggyőződésem, hogy sokan sírás közepette és haldoklás közepette, haldoklás közben az élő Istenhez fordultak, és talán, mint a Latora kereszten megmenekültek. De drága magyarok, nem ez az élő Istennek a terve, hogy mi haldoklás közben meneküljünk meg, vagy hogy hatalmas fájdalom közepette meneküljünk meg, hanem az ő terve az volt, amit kinyilvánított Jézus Krisztus által, akit szégyellünk, akinek a szavait szégyeljük, hogy meneküljünk meg az igazság által, az igazság szeretete által, az igazság hirdetése által, az igazság megismerése, megtartása és kimondása által. Isten nem azt akarja, hogy mi rákos daganatokkal meneküljünk meg, küszködve, amikor éppen haldoklunk, akkor aztán mondunk egy imát, és talán Isten megment, talán nem, Isten tudja. Nem ez az ő terve. És tényleg ezt én féltőn kiáltom, és annyira fáj nekem, átérzem azt a fájdalmat, mert Isten megengedi azt, hogy amikor ilyen dolgokról beszélek, hogy átérezzem valamelyes azt a fájdalmat, amit ő, mint lélek érezhet, vagy az ő szentjei érezhetnek és éreznek, akkor, amikor látják ezt a sok értelmetlen szenvedést, sok értelmetlen halált, az értelmetlen vérfürdőt, ami közeledik Magyarországra. Kedves magyarok, nem vagyunk túl sokan. Nem vagyunk olyan sokan, hogy csak olyan lazán, piros, fehér, zöld, vagy akár az amerikai zászló alatt mi önként lemészároltassuk magunkat. Ezért mondja az élő Isten az ő apostola által, hogyha ma, ha hallod az élő Isten hívó szavát, ne görgess tovább a Facebookon sehol. Még ezt a videót is kapcsolt ki most, amikor ezt hallasz a szót, kapcsolt ki, neked nincsen szükséged az én szavamra, sem a kiáltó szóra, hanem az élő Isten kegyelmére, amit ő kívánított Jézus által. Fordulj hozzá, mert mindaz, aki segítségül hívja az ő nevét, megmenekül. Ezt mondja az élő Isten, és ez szent kijelentés. A mi dolgunk az, mint a postásnak a dolga, átadjuk az üzenetet, a meghívót, hogy inkább fogadd el a meghívót tőlünk, a mi kezünkből, mert aki elfogadja a meghívót a mi kezünkből, nem fogja elfogadni a meghívót a sátán kezéből, az amerikai fenevad lelkület kezéből, talán nem fogja elfogadni a meghívót a katonaság részéről. És nem fog elveszni. Isten tudja, mert Istennek az itt terve az is, hogy ha még lesz élet a Földön, hogyha atomháborúval nem fog elpusztulni minden,
akkor megtartson némelyeket, hogy legyen egy következő nemzedék, egy következő generáció, megtartsa őket magnak, de Isten nem fog magot fogni a paráznákból, a szodomitákból, akik nem tudják, hogy fiúk-e vagy lányok, akik nem kíváncsiak az élet szavára. Érthető, drága embertársak, féltéssel kiáltok, nem nehezteléssel. És hangsúlyozom, hogy ne forgassa ki senki se a szavaimat, én nem nézem le a homoszexuálisokat, mert ők is mélyen sebesült emberek, sérült emberek, én is, Isten megmutatta, hogy én is lehetnék nem csak homoszexuális, lehetnék pedofil is, mert hogyha az ember el van szakítva Istennek a lelkétől, ott már mindenfajta deviancia, torzulás megtörténhet, akár még a nekrofilia is, a halottakkal való közösülés, bár ez megtörténik lelki értelemben, akkor, amikor valaki Isten meg is ismeri, és utána visszamegy a világba, és lelkileg a fel nem támadt emberekkel vállal a közösséget. Ez a nekrofilia lelki értelemben, hogyha úgy tetszik. Tehát féltőn kiálltok, nem valaki ellen beszélek, és ahogy Tibor is mondta, nem a miniszterelnök ellen beszélünk, hanem a miniszterelnökért is. Érte is kiálltunk, hogy ő is meneküljön meg. Hogyha meghallgat a szavakat, persze mi elmondjuk a valóságot, hogy nekünk Isten mutatja, hogy ami tusványosan történt, az Isten szemében fertelmesség. Fertelmesség és ő szánt szándéka szembe ment a teremtőjével, Orbán Viktor. Itt tusványosan is. De hogyha ő továbbra is ezt csinálja, bekeményíti a szívét és továbbra is ezt csinálja, akkor ő nem csupán a saját életével, a saját lelkével is játszik, és ahogy mondja Jézus, bezárja a mennyek országát az ő polgártársai előtt, a magyarok előtt, mert ő nem fog, így nem tud bemenni, és azok sem mehetnek be, akik benne hisznek. És ahogy mondta Isten, tehát most tényleg, amit mondok, ez vagy igaz, vagy pedig az igaz, amit a tévében mondanak, amit Orbán Viktor, amit a kormány mond. Tehát lehet, hogy hazugság az, amit Isten mondott Pál apostol által, de ő azt mondja, hogy amikor ezt mondják nektek, ezt fogjátok hallani a televízióban és mindenhol, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön majd rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Ezt mondja Pál apostol. Ezt írja akkor ugye, kinek írta, hát Tesszalonika, feltehetőleg az is egy ilyen nagyobb birodalom volt, híres és neves emberek lakták, ugye, és figyelmeztette őket, hogy ez fog történni majd nálatok is. A birodalom bukása előtt ez fog történni. Hogy azt fogják híretni, pontosan, tehát nincs új a nap alatt. Ugyanaz történik most a Magyarországon, amikor abban történt, feltehetőleg Görögországban, Rómában, Római Birodalomban, és ami történik szerte a világban. A birodalmak felemelkedtek, ugye Istennek hitték magukat, aztán majd visszazuhantak és eltűntek. És így fog eltűnni a magyar nemzet is, emberek. Mintha soha nem is létezett volna. Hogyha valaki nem szívleli meg ezeket a szavakat, és nem kér látást az ég és a föld teremtőitől, nagyon sokan el fognak veszni. Még egyszer olvasom. Azokról az időkről és időszakokról pedig, atyám fiai, nem szükség, hogy írjak néktek. Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Orbán Viktor, amikor ezzel kampányolt, ő proféciát teljesített, mert ez jövendőr is minden korszakra, amelyik elérkezett tehát elérkeztünk a korszak végére, ugye? Tehát amikor a nemzedék megpróbáltatik, és jön a prés, mint ahogy mostan ugye a Covid által, a járványok által, a háború által, ez mindig megtörtént. Tehát amikor Orbán Viktor ezeket a fogalmakat választotta, hogy békesség és biztonság, ő proféciát teljesített, és most is azt teljesíti. Tehát, és ez történik már több éve Magyarországon, a választás... azt hiszem, mikor tavaly volt, tavaly előtt, teljesen mindegy. Azt mondták, hogy azzal kampányoltak, hogy békesség, biztonság. És ezt mondja az élő Isten, a teremtőd, a mi atyánk. Amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti, atyám fiai, nem vagytok sötétségben, akik Istenhez fordultatok, nem egy szektához, nem egy vallási felekezethez, hanem személyesen az Úr Jézus Krisztushoz. Mert megvan írva, aki segítségül hívja az ő nevét, megmenekül. Az ő szavát megismeri.
De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben. Az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket. Ez veletek nem történhet meg. Akik megismeritek az ő szavát, veletek ez nem fog megtörténni, mert ti az ígéret gyermekei vagytok, akik hallják lélek által az élő Istent. Minket nem lephet meg ez a nap. Miért? Mert Isten minket már évek óta figyelmeztet erre, és azt adja, hogy mi is figyelmeztessük embertársainkat. Ti mindnyájan, ezt kívánom minden egyes magyarnak, még Orbán Viktornak is ezt kívánom, hogyha meghallaná, és hogyha meghallgatná ezt a figyelmeztetést, hogy megmeneküljön ő és az ő családja, és az ő lelke, ami sokkal fontosabb. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai. Nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, mint mások, hanem legyünk éberek és józanok. És hirdessük az élet szavát azokért, akik még megmenekülhetnek. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába és sisakgyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk ő vele. Vigasztaljátok azért egymást, építse egyik a másikat, ne romboljátok egymás hitét, ne romboljátok, építsétek, amiképpen a bizonságaitok által, amit kaptok Istentől, és a háztetőkről hirdessétek az interneten is minden lehetséges eszközzel a mennyek országának az eljövetelét, a feltámadást, a Krisztus halálát és a feltámadását. Az ő szavait, hogy minél többen megmeneküljenek, mert az a szó ment meg téged, amit te mondasz, nem az, amit én mondok, hanem az, amit te mondasz, amit te felválasz, és amiről bizonságot teszel. Azok a szavak menthetnek meg téged, és semmi más. Tehát hangsúlyozom, drága embertársak, ez már megtörtént korábban. Megtörtént korábban Amerikában, minden nemzettel, az orosz nemzettel is. Ugyanígy legyilkoltatta a fiait az orosz, Oroszország is, a német hatalom is, és Amerika is, és le fogja gyilkoltatni a fiait Magyarország is, hogyha a Magyarország fiai a magyar vezetőkre hallgatnak, és nem az élő Isten szavára, a halálba mennek. És a harc téren, drága emberek, ott a kisebb a hiúság, kisebb az ego, mert akit elvitte katonának, annak annyi, ugye, annak szembesülnie kell azzal, hogy ő hazugságban élt, és sokaknak késő lesz az a szembesülés, és el fog veszni az ő lelkük. Elmondtam a múltkor is, Székelyföldön több ezer behívót osztottak ki a seregbe, tehát besorozták a 40 év fölöttieket is, egy jó részüket, tehát több ezer Kovászna megyében és Hargita megyében egyaránt emberek. Ez történt, ha hisztek, ha nem. Ez történt. És egy szomszédos faluban lévő lakó fiatalember felakasztotta magát. Apuka, azt hiszem, hogy két gyerekes apuka felakasztotta magát emiatt, mert ő volt már katona, tudja, milyen a törvény, a katonaság törvénye, és mintsem, hogy még egyszer katona legyen és elvigyék abba a megaláztatásba, inkább vállalta az, hogy felköti magát. És miért? Hát miattam, és azok miatt, akik ismerték az igazságot, és hallgattak, mert nem volt neki, aki elmondja, hogy ember, ne félj semmitől, fordj az élő Istenhez, és ő lesz a te gondviselőt, a te szabadítót, a te pártfogót, a te vigasztalót, a te oltalmazót, akár a háborúban, akár békességes időben. Nem volt, aki neki ezt elmondja, és nem akarok én ebben a bűnben maradni. Nem akarom, hogy azt terhelje az én szívemet, hogy én láttam az igazságot, mert Isten megmutatta, de nem mondtam el, nem figyelmeztettem az embertársaimat határon innen és határon túl. Tibor sokszor emlegette azt a fogalmat, hogy Babilon. Ugye, aki nem ismeri a Bibliát, annak ez a fogalom idegen, nem annyira, mert azt mondjuk, hogy milyen tuti hely Babilon, de ez valójában nem így volt. Tehát a Babilont a Biblia negatív értelemben használja, és rokon értelmű kifejezés Szodomával és Gomorával. Tehát a Babilon, amikor felemelkedett, ez pontosan, mint Amerika. Tehát a mostani Babilon földrajzilag, ugye, hát ott van, ahol Irak körülbelül, azon a helyen, ugye, volt a Babilon. Viszont a bibliai értelemben a Babilon szó arra a nemzetre, arra a népre vonatkozik, aki úgy éle, mint ahogy éltek akkor a babiloniak felfúvalkodva, ugye,
eltávolodva Istentől, földi, testi élvezetekben beleragadva. Tehát ez a Babilon. És hogyha így tesszük fel a kérdést, és megértjük, hogy az a Babilon, az nem egy földrajzi dolog, hanem egy lelkületbeli dolog, lelkületbeli ország. Tehát a Babilonban nem csak Amerika tartozik bele, hanem Gyergyó, Szent Miklós is, Székelyföld, Budapest is beletartozik a Babilonba, mert minket, mindannyiunkat a babiloni lelkület mérgezett és fertőzött meg, ahogy mondja az írás, ittunk a Babilonnak a méreg, poha, az aranykelhéből, ugye, meg vagyunk részegedve, földhöz ragadtak vagyunk, futunk és dolgozunk, hogy még többet gyűjtsünk, halmozunk mindent, mert már nincs lelki örömünk, el vagyunk vágva a lélektől, bezuhantunk teljesen a lelki halálba, ezért csak testi örömeink vannak, és ez a babiloni szellemiség, és ez fogja legyilkoltatni magyar fiatalok ezreit, emberek, magyar fiatalok ezreit, féltéssel mondom, mint amilyen féltéssel szólt a mindenható Isten az ő gyermekének, Zsuzsának, aki kapta ezt az álmot, és ahogy nekünk is megmutatta több alkalommal, olyan féltéssel szólok én is, hogy vérfürdő lesz, és nagyon sokat el fognak hitetni, hogy a magyar hazáért és a békéért fog ő harcolni. Valójában nem a békéért, hanem a megtévesztettség miatt fog ő háborúba menni. És érvényes rá, amit Jézus Krisztus mondott, hogy aki fegyvert fog és fegyverrel öl, annak fegyverrel kell megöletnie. Aki belemegy a sorozásba, aki elmegy a háborúba, az ítélet alá került, egészen pontosan ítélet alatt maradt, mert Magyarország ítélet alatt van mindaddig, amíg a magyar nemzet a szívében az élő Istenhez, az ő szavához, Krisztushoz nem fordul. Hogy lássátok, hogy mit mond Babilonról az írás, Jeremiás próféta. Próbálom úgy olvasni, hogy érezzük, hogy ez nem Babilonról szól, nem Irakról szól, és nem Vietnámról szól, hanem mindenkiről, minden olyan nemzetről, aki hitt Amerikának, az amerikai hitetésnek, az amerikai médiának. Olvasom az elejétől, Jeremiás próféta 51-es rész. Ezt mondja az Úr, imé én pusztító szelet támasztok Magyarország ellen, és azok ellen, akik az én ellenségem szívében lakoznak, és szórókat küldök Magyarország ellen, és felszórják őt, és földét kiüresítik, hisz a fiatalok elmennek háborúba, és majd jönnek az orosz katonák, és megint az orosz katonák, vagy akár a német katonák fognak közösülni az ő leányaikkal. Ez már megtörtént, emberek, féltéssel mondom. Nehogy valaki azt idején Magyarország ellen beszélek, én csak elmondom, hogy mi következik Magyarországra. És aki hallja ezeket a szavakat, és megszívleli, és Istenhez fordul, az kaphat csak felmentést, és senki más. És szórókat küldök Babilon ellen, és felszórják őt, és földét kiüresítik, mert mindenfelől ellene lesznek a veszedelem napján. A kézívesre, kézíves vonja fel íját. Tehát ugye, tehát az íjászok ellen most ott nem íjak lesznek itt, hanem puskák éppenséggel, vagy nagyisten atombomba lesz, akkor végat mindennek. Tehát egyszerre fog elégni nagyon sok ember. És Isten erre is felhívja a figyelmet, hogy ennek is megtörténhet, ez is megtörténhet, erre is kaptunk álmokat, hogy sajnos még a pakliban ez is benne van, hogy egyszerre fognak milliók pusztulni. Atomháború. Egy olyan tűz lesz, hogy tehát elégünk, tehát el fog égni mindenki. Én is kaptam ilyen álmot, ilyen figyelmeztetést, kapott más is ilyen figyelmeztetést. És azt is elmondtam, többször elmondtam, hogy az Isten fiak, akik gyermekké lettek Krisztus által, úgy fognak átmenni ebből a földi életből, abba az életbe, hogy észre sem veszik. Nem fognak halált látni. Ha atombomba lesz, ha pedig helikopterből vagy repülőgépből lőnek, teljesen mindegy, nem fognak halált látni. Ez az élő Isten ígérete, de ehhez ténylegesen szükséges az Istenhez fordulás, az ő szavának a megismerése, és a ragaszkodás az ő szavához, a hűség. Tehát ugye a kézíves vonja fel íját, és arra, aki páncéljába öltözik, ne kedvezzetek ifjainak, öldössétek le egész seregét, ez fog történni Magyarország ellen. Drága emberek, aki szövetségre lépik és szövetségben marad Amerikával, Babilonnal, Szodomával és Gomorával, ez fog történni az ő fiaival. Ne kedvezzetek ifjainak, mert ők döntöttek
a földi Isten mellett, az ördög mellett, és essenek el megöletve a káldeusok földén, akár Afrikában, akár Ukrajnában, mert erről is szó van, hogy elküldik a magyar fiatalokat harcolni Ukrajnába a békért, de valójában a halálba küldik őket a béke nevében, aztán majd ünneplik a hősöket 10-20-30-50 év múlva, és hangsúlyozom, hogy minden ilyen ünnep ismét, tehát fertelmesség Isten előtt, mert a saját öngyilkosságát ünnepli Magyarország. Az 56-os megemlékezés, 48-os megemlékezés, a saját, ők nem hősöket ünnepelnek a magyar nemzet, hanem a magyar vezetők által, a babiloni szellemiség által legyilkolt, ártatlan fiatalokat ünnepel. Tehát az öngyilkosságot ünnepli a nemzet. 56 és 48. Tényleg eszembe jut, amit mond Vas Albert, sajnos nem vagyok egyetértésbe Vas Alberttel, bár Isten őt is vonzotta, és Isten használta Vas Albertet, de nem biztos, hogy Vas Albert átadta a szívét az élő Istennek. De mondott egy nagyon fontos dolgot, és pedig az, hogy inkább éljünk hősi életet, mint hősi halált halljunk. De sajnos most csapda van felállítva Magyarország ellen, és sokan hősi halált fognak halni. Öngyilkosok öngyilkosságot követnek el, belemennek a hazugságba, a hazug propagandába, piros-fehér-zölddel, kokárdákkal, a békesség nevében le fogják öletni saját magukat, és majd a harctéren sírni fognak, mint ahogy eddig is sírtak sokan. Apropó, mi történt az amerikai katonákkal, akik túlélték? Arról is filmek vannak, dokumentumok vannak, hogy sokan megbolondultak, sokan megzavarodtak, drogfüggők lettek. Kárba vezet az ő életük és az ő lelkük, nagyon soknak, mert nem bírt élni avval a teherrel, hogy ő gyilkolt, sok embert lemészárolt. Ez történt. És ugye hősök kiavatták őket, utána meg elnyomták őket, mint a szivarcsikket. Senki nem érdekelte. Egy darabig ünnepelték, hogy igen, meggyőztük, megnyertük a második világháborút, mi vagyunk a győztesek, és úgymond hősi avatták őket, utána meg elnyomták őket, mint a szivarcsikket, az utcán hányódtak nagyon sokáig, és elpusztultak. És hát Isten tudja, hogy kiket tudott megmenteni belőlük, mert akik szembesültek a fertelmességgel, amiben részt vettek és őszintén megbánták, azokat az élő Istennek volt hatalma megmenteni. De sokan ugye, akik zombivá váltak a propaganda, az agymosás által, azokat már Isten sem tudja megmenteni. Mert nem hagyatott el Izrael és Júda az ő Istenétől, az Asztereg Urától, noha az ő földök rakva vétekkel Izraelnek szentje ellen, a Krisztus ellen. Tehát Isten nem hagyta el Magyarországot sem, Székelyföldet sem, Kárpát-medencét nem akarja elhagyni. De hogyha Kárpát-medence úgy dönt, hogy neki inkább Babilon kell, neki inkább Amerika kell, és nem a törvény, mert sajnos most erről kell beszéljek, pedig Istennek nem ez a kedves elképzelése az életről, hanem az, hogy éljünk az igazság által. Tehát Isten nem Amerikát vagy Oroszországot kínálja számunkra, hanem a Krisztust kínálta, de Krisztust megtagadtuk, egészen pontosan úgy tagadtuk meg, hogy a szavait kiforgattuk, belementünk az amerikai mérgezett kereszténységbe, az amerikai mérgezett karizmatikus kereszténységbe, és így forgattuk ki az ő szavait, és tettük a meggazdagodásnak az evangéliumává az ő szavát. És ezért most már nem igazán van Magyarországnak más lehetősége. Persze, aki teheti, aki érzi a hívást és megteheti, hogy Krisztushoz fordul, hogy az igazságot választja a teljes mértékben, válassza azt. De most Magyarországnak, mint nemzetnek nem a Krisztus van felkínálva, hanem Amerika, vagy pedig Oroszország. Amerika a tűz, a halál és a kárhozat. Oroszország pedig a törvény. Nem lesz Kánoán, nem lesz nagy bőség, de élni fogunk. Élni fogunk. És jobb szegénységben, akár börtönben élni, mint tisztátalan lélekkel meghalni, és átmenni a túlvilágra. És akkor mit mond itten Jeremiás Babilon ellen? Fussatok ki Babilonból, fussatok ki Amerikából, fussatok ki abból a valami Amerika-magyar lelkületből. Tehát nem földrajzilag, most hiába futkosunk itt össze-vissza, hogy most én Székelyföldről elfutok Oroszországba, nem erről van szó, emberek. Itt arról van szó, hogy fussunk ki abból a lelkületből, mert aki abban a lelkületben benne maradt, abban a hazug keresztény vallási lelkületben, ami megfertőzte a magyar kereszténységet, el fog veszni.
fussatok ki Babilonból, fussatok ki ebből a lelkületből, és forduljatok személyesen Krisztushoz, hogy éljetek. Fussatok ki Babilonból, és ki mentse meg az ő lelkét. Fussatok ki, mert aki nem fut ki, és továbbra is a híradót követi, el fog veszni. Férfiak, nők, anyukák, apukák és gyermekek rengetegen, ezressével fognak elveszni a magyarok. Pedig nem vagyunk olyan sokan, hogy csak úgy önként átadnánk magunkat a halálnak és a kárhozatnak. Fussatok ki ebből a lelkületből, ne higgyetek a médiának. Forduljatok Istenhez, mert Isten azt ígérte, hogy mindenkinek megnyitja a szemét, hogy lásson, aki hozzá kiállt, aki segítségül hívja az Úr Jézus nevét, megmenekül. Fussatok ki ebből a hazugságból, ebből a lelkületből, ne a keresztény vezetőkre figyeljetek, mert ők voltak azok, akik lemészároltatták a nemzetnek a gyermekeit azáltal, hogy elküldték őket oltatni. Ejtették velük, hogy Istennek az akarata az, hogy felvegyék az oltást. Fussatok ki, ne a vallásokat kövessétek, ne vesszetek el az ő gonoszságáért. Magyarok, ne vesszetek el Amerika gonoszságáért, mert az Úr bosszú állásának ideje ez. Megfizetné ki érdem szerint, elmondtuk, hogy Amerika égni fog, és aki Amerika pártján maradt, azok szintén égni fognak. Amerika elérte a csúcsot, ugye, a Bábel tornyának a csúcsát, és onnét most már zuhanni fog, és égni fog. Isten irgalmazzon minden olyan amerikainak, ugye, akik tisztességesen vállalták az igazságot, a Krisztusnak a szavát, és hirdették azt az utolsó lehelletükig. Aranypohár volt Babilon, Amerika, Magyarország az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Amerika megrészegítette a média által, az amerikai szórakoztatóipar által, a különböző valóságsók által, különböző versenyek által. Megrészegítette az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából. Azért bolondultak meg a nemzetek itt a Kárpát-medencében. Hamar elesett Babilon és összeomlott. Jajgassatok felette. Kössétek be balzsamba az ő sebét, hát ha meggyógyul. Próbálták gyógyítani, gyógyítottuk Babilont, de nem gyógyult meg. Hagyjátok el őt, és menjünk ki a maga földére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Ugyanez van írva a Jelenések könyvében, hogyha valaki azt gondolja, hogy az Új Szövetség különbözik az Ószövetségtől. Ugyanezt mondja Jézus. Fussatok ki, menjen mindenki a maga földére, ezt mondja Jézus Krisztus Jánosnak a Jelenések könyvében. Hagyjátok el, mert pontosan így írja, az égig hatottak az ő bűnei, és Isten megemlékezik arról, és porrig fogja rombolni, és akik benne maradnak ebben a szellemiségben, ebben a lelkületben, akár földrajzilag is, jobban ragaszkodnak a hazug gyülekezetekhez, amerikai sablonra gyártott keresztény gyülekezetekhez jobban ragaszkodnak, mint az élő Isten szavához, Krisztushoz, az evangéliumhoz. Azok el fognak veszni, mert nem lesz lélek általi vezetésük, és amikor jön a veszély, a veszedelem, a pásztorok el fognak menekülni. Legutóbb nem menekültek el, hanem önként átadták a bárányokat, a juhokat a farkasnak. Ez történt az oltakozással. Tehát nem menekültek el, hanem jöttek a farkasok, ugye, az oltószerekkel, és a pásztorok, akik nem voltak pásztorok, hanem béresek voltak, pénzért prédikáltak, és eladták a lelküket az amerikai kereszténységnek, azok átadták az ő követőiket, az ő híveiket a vakcinázásnak, és ezért betegedtek meg olyan sokan, ezért lettek sokan megfullasztva a lélegeztetőgépen, és lettek eltemetve. Tudom, hogy kemény szavak, én is hallom, drága embertársak, de ezt muszáj elmondani, mert ez az igazság. Aki nem hiszi, kérdezze az élő Istent. Én a Jelenések könyvéből most nem fogom olvasni a 9. részt az elejétől, mert az írja le, ugye, hogy mi történt ugye, a vakcinázás alkalmával. Többször beszéltünk erről. Kínosztassanak 5 hónapig, és azoknak kínzása olyan, mint a skorpió kínzása, mikor megmarja az oltakozás által. Ez történt. Sokan szenvedtek, annak az utó is szenvednek még mindig, annak az utóhatásaitól. Sokkal sérülékenyebbek. Úgymond a szervezetünknek a természetes védekező képessége megvan omolva, össze van omolva, és ki vannak szólaltatva teljes mértékben a patikának, nagy Isten a patikákat bezárják, nagyon sokan el fognak veszni. Már csak attól, hogy nem kaphatják meg azt a dózist, amit a
az egészségügyi ipar kínál számukra. És igen, megtörtént ez, annak okáit azokban a napokban az emberek keresik a halált, de nem találják. Lélegeztetőgépen az emberek meg sem voltak halva, de mégis halottak voltak. Tehát minden örömük, ami testi öröm volt, egyszerre lett elvéve. El lett véve a maszturbálás, el lett véve a pia, el lett véve a mindenfajta evés, ivás, mindenfajta élvezet. És ott voltak, meg voltak kötve az ágyon, és meg lettek fullasztva az oxigén által, amit belenyomtak a tüdejükbe. És amivel a tüdejüket úgymond a tüdőnek az autonómiáját megszüntették, mert a lélegeztetőgépekkel ez történt, hogy a tüdő ugye elszokott a légzéstől, és azt mondta, hogy hát, hogyha ez működik, ez nélkülem is, akkor én miért dolgozzak? És leállt a tüdő, és így megfulladtak nagyon sokan. Tehát tömeggyilkosság történt, ezt többször mondtuk, ez hihetetlenül hangzik, de kívánom, hogy aki kíváncsi az igazságra, kérdezze Istent, hogy tőle kapjon kijelentést, mert hogyha valaki embertől hallja, talán nem hiszi el, de aki Istentől hallja és látja személyesen, az el fogja hinni. Kívántak meghalni az emberek, de a halál elment előlük. Sáskák formája pedig hasonló vala a viadalhoz, felkészített lovakhoz, ugye a fejükön, mint egy aranyhoz hasonló koronák valának, ugye nővérkék, és az orcájukon valának, mint az emberek orcái, és olyan hajuk vala, mint az asszonyok haja, akik ugye beadták az oltásokat, és fogaikon valának, mint az oroszlánoknak, miért? Mert ragadozók voltak, fenevaddá váltak, mert fizetés emelésért belementek az embertársaik meggyilkolásába. És olyan melvértjeik valának, mint a vas melvértek, és az ő szárnyék zúgása olyan vala, mint a viadalra szágódó sok lovas szekerek zúgása, ahogy suhantak a folyósokon, ugye, a kórházakban, és oltották az embereket, és skorpiókhoz hasonló farkuk vala, és fullánkjuk, oltás, tű, fullánk, és a farkukban vala a hatalmuk, hogy ártsanak az embereknek 5 hónapig, körülbelül meddig tartott az oltakozás. És annak a következményei. Királyukul pedig a mélység angyala vala felettük, annak a neve zsidóul Abaddon. Erről külön videó van, Abaddon és Apollyon. Görögül pedig Apollyon, azaz vesztő a neve. Az első jaj elmúlik, imé ezután még 2 jaj következik. Most jön a következő jaj, ugye a háború által. A 6. angyal is trombitált, és hallik egy szudatot az arany oltárnak 4 szarvától, amely az Isten előtt van. Mondván a 6. angyalnak, akinél a trombita vala, old el azt a 4 angyalt, aki a nagy folyóvíznél, az Eufrátesznél van megkötve. Eloldaték azért a 4 angyal, aki el vala készítve az órára és napra, és hónapra és esztendőre, hogy megölje az emberek harmadrészét, emberek. Ez most fog történni. A magyarok harmadrészét és a lovas seregek száma 2000-szer 10000, tehát 20000-szer 10000 vala. Hallottam a számukat. Mi az 200 millió, elég sok. És így látám a lovakat látásban, és rajtuk, és a rajtuk ülőket, akiknek tűzből, és jácintból, és kénkőből való melvétjeik valának, ugye? Tűz, jácint, kénkő, a füst, a puskapor, és a lovak feje olyan vala, mint az oroszlánok feje, és szájukból tűz, és füst, és kénkő jő valaki, aki látta a második világháborút, és a légitámadást, vagy aki látott ilyen álmokat, az tudja, hogy miről beszél itt Jézus Jánosnak. Persze ő nem azt mondta, hogy rakéta, meg repülő, mert akkor ilyen fogalmak nem voltak, hanem az akkor rendelkezésükre álló képek alapján festette le Jézus Jánosnak az, hogy mi az, hogy háború, mi az, hogy puskaporral, akár atomháború. E 3-tól öletik meg az emberek harmadrésze, a tűztől, és a füsttől, és a kénkőtől, amely azoknak szájából jön valaki, mert az ő hatalmuk az ő szájukban van, és az ő farkukban, mert az ő farkaik a kígyókhoz hasonlók, amelyeknek fejeik vannak, és azokkal ártanak. A többi emberek pedig, és figyelj meg, milyen durva, milyen szomorú, amit mond Jézus itten, tehát valósággal ledöbbentő és rémisztő, amiről beszél Jézus, elmondja, hogy sajnos a többi emberek pedig, akik nem ölettek e csapásokkal, nem tértek meg az ő kezeik csinálmányaitól, hogy tiszteljék, hogy ne imádnák a gonosz lelkeket, mert az ember hol tévelyek, hogy folyton azt tiszteli, amit az ő kezével csinált, és arra büszke, az én
két kezem munkájának a gyümölcséből élek, ugye? Az ember büszke a bűnre, büszke az elbukott állapotára, büszke arra, hogy neki van pénze, vagy van nyugdíja, mert sokat dolgozott, de miért kell sokat dolgozzon? Arra nem emlékszik az ember, ami le van írva a Teremtés könyvében, hogy a bűn miatt lettünk munkára ítélve. Tehát mi a bűnnel büszkékedünk, hogyha azt mondjuk, hogy én megdolgoztam az én pénzemért. Aki ezt mondja, attól a pénz elvitetik, az élet elvitetik, ahogy mondja Isten, és annak adatik a pénz és az a vagyon, amit ő felgyűjtött, akinek akarja Isten adni. Ez fog történni. Ez megtörtént a kommunizmus idején Romániában, szerintem Magyarországon is, amikor elvettek mindent, ott nem volt filozófia, nem volt kérdés, elkoboztak mindent, annak adták, akinek akarták, bement a közbe, törvény által, nem szeretet által, mint az apostoloknál, hanem törvény által ment be közösbe minden, mindenkitől minden elvitetett, mert az emberek felfúvalkodtak a bűn miatt, mert az, ami bűn volt, mert Ádám ugye a Teremtés könyvének a történetében és annak a tanításában azért kellett keményen dolgozzon, mert ő az asszonyt választotta, egészen pontosan a paráznaságot választotta, a saját gondolkodását választotta, Isten gondolata helyett, és ebből csinálta a mai ember bálványt, és imádja az ő kezének a munkáját. Tehát azok, akik nem haltak meg ezekben a csapásokban, ezért van, együtt jön együtt a járvány a háborúval. Akik nem ölettek meg rakéta által, vagy puska által, vagy fegyver által, vagy akár az atombomba által, azok megöletnek járvány által. És azt mondja Jézus, hogy sajnos sokan a nyomorúságban sem tértek meg, a hazugságból nem kiáltottak az élő Istenhez. Hogy ne imádták volna a saját kezeik csinálmányait, és az arany, és ezüst, és érc, és kő, és fa bálványokat, csíksomi szüzanya szobrokat, Medjugorje szüzanya, ugye ottan érc szobor van, nálunk fa szobor van, kicsivel mi szegényebbek vagyunk ezek szerint. És azokat tiszteljük, a saját kezünk alkotását, a saját elménk alkotását, és emiatt kell elpusztulnia a magyarnak. Tehát nem tértek meg, hogy ne imádták és ne tisztelték volna az arany, ezüst, érc és kő bálványokat, szobrokat, amelyek nem láthatnak, sem hallhatnak, sem járhatnak. És nem tértek meg az ő gyilkosságaikból, sem az ő ördöngösségeikből, sem az ő paráználkodásaikból, sem a lopásaikból, sem a büszkeségükből, sem a hiúságból, sem az önimádatból. És ezért ugye ezek, mint ahogy mondtam, járvány által, és különböző más módon fognak elpusztulni. És azok, akiket Isten megpróbált, azokból azokat megtartja, és azokból lesz az új nemzedéknek a magva. Abból lesz ugye az új nemzedék. De nem demokráciában, nem hazug amerikai demokráciában, hanem törvény alatt, mert törvény alatt a lélek megmenekülhet. A hazug sátáni amerikai demokráciából senki sem menekülhet meg. Újból felhívnám a figyelmet arra, hogy mi történik, aki nem érti, hogy legyen körülbelül fogalma arról, hogy mi történik, hogy a világ ketté szakadt, ketté van szakítva a világ, szisztematikusan ketté van szakítva a világ, ketté lesz szakítva a világ, mert az amerikai demokrácia az nem megy tovább, valójában nincs demokrácia, az egy emberi találmány, sosem volt demokrácia, kommunizmus az sem Istentől van, de a kommunizmusban ugye törvény volt, demokráciában istentelenség, igazság nélküliség és törvénytelenség van. Ezért kell a demokratáknak úgymond elpusztulniuk, ezért fogja az élő Isten elpusztítani azokat, akik az igazság általi szabadság helyett az amerikai szabadosságot választották. És akkor újból felolvasom ezt a rövidke írást, és azzal lezárom ezt a közvetítést. Szerintem ebből bőségesen meg lehet érteni, bárki megértheti a lényeget. Az amerikai propagandagépezetnek köszönhetően az EU tagállamai összefogtak, és szankciókat vezettek be Oroszország ellen. Ez történt. Ugyanígy számos afrikai ország összefogott egymással az európai imperialisták ellen, az európai francia gyarmatosítók ellen, és Oroszország pártjára állt. Tehát az afrikai államok nagy része Oroszország pártjára állt. Ezen kívül a legtöbb ázsiai nagyhatalom is Oroszországgal szövetkezne, nem beszélve Latin-Amerikáról, ugye Közép-Amerikáról és Dél-Amerikáról. Tehát Amerika megásta
a saját sírját ebben a háborúban. Hogy mi ennek az oka? Ennek az oka az, hogy a harmadik világ országainak polgárai is megértették. Tehát az afrikai országok polgárai is megértették, hogy a nyugat szisztematikusan kizsákmányolja őket, mint ahogy kizsákmányolta Kelet-Európát is, Magyarországot is, beadóstotta és kizsákmányolta. Rájöttek arra, hogy Amerikának és a vele paráználkodó Nyugat-Európának csak arra kellettek, hogy a hazug amerikai álomért és a demokrácia illúzióért cserében önként lemondjanak saját erőforrásaikról. Erre kellettek, hogy önként átadják a saját erőforrásaikat. Így történhetett meg, hogy a gazdag természeti erőforrásokkal rendelkező afrikai kontinensen éheznek az emberek, míg a francia szodomita gyarmatosítók dőzsölnek azokból a kincsekből, amelyeket csellel, ördögi ravassággal szereztek meg a tudatlanoktól. Csak a tudatlanok most felébredtek, és meglátták, hogy kilettek zsákmányolva, és ezért álltak Oroszország pártjára, Kínával, és más afrikai és dél-amerikai hatalmakkal együtt körülbelül. Az elrabolt kincsekért pedig nem adtak más cserébe, mint az amerikai álmot és a lélekgyilkos demokrácia ígéretét. Ja, és a kölcsönt, amelyet a még nem létező pénzekből utaltak az afrikai országoknak, hogy a saját kapcsiságuk rabszolgáivá tegyék őket is, mint ahogy minket, magyarokat. Magyarul ugyanazt tették velük is, amit velünk. A valamiért adták a semmit, miközben a tudatlan kizsákmányoltakkal megfizettették a saját nyomorúságukat. Eddig már számos figyelmeztetést kaptunk a mindenható Istentől, az ég és a föld teremtőjétől, arra vonatkozóan, hogy Amerika el fogja veszíteni ezt a háborút, és égni fog. Az ő sorsára fognak jutni a szövetségesei is, akik a jólét mámorában, a hazug ígéretektől megrészegülve hinni fognak az ő nagyokat mondó szájának, és ezért fognak meghalni a magyar fiatalok ezért. Hinni fognak Amerika szájának. Amennyiben Magyarország, elutasítva minden Istentől jövő figyelmeztetést, továbbra is ragaszkodni fog a nyugattal kötött bűnszövetséghez, a legközelebbi népszámlálás sokkal hamarabb fog zajlani, mint valaha, mert azok a csapások fogják sújtani a magyar nemzetet, amelyekről Krisztus Urunk beszélt, és amelyek meg vannak írva a Jelenések könyvében. Ha a fenti sorok nem elég kiozanítóak, tegyük fel magunknak a következő kérdést. Ha kirobbanna a háború, aminek egyre nagyobb a valószínűsége, mekkora az esélye a túlélésre egy olyan gyenge haderővel rendelkező országnak, mint Magyarország? Ha olyan nemzetekkel szövetkezik, amelyek vezetői és katonái egyik nap nők, másik nap pedig férfiak, mekkora az esélye Magyarországnak, ha ilyen nemzetekkel szövetkezik, akik teljesen belementek a perverzióba, a szodomiába? A kérdés megválaszolásában vegyük figyelembe azt a tényt, hogy Oroszország, Kína és az afrikai országok seregeiben nem olyan katonák szolgálnak, akik számítógépes játékokon, amerikai filmeken képezték magukat, és kételkednek abban, hogy ők férfiak, hanem olyanok, akiket a törvény tett katonává. A kettő nem ugyanaz. A számítógépes szimuláció és a katonaság. Én voltam katona, tudom, milyen katonának lenni. Tudom, hogy milyen a törvény. Tudom, milyen a törvénynek engedelmeskedni. Tudom, hogy milyen a Krisztus törvénye. Tudom, hogy milyen a lenti törvény, katonaság törvénye. Ott üvölteni kellett, ott parancsolni kellett. Én is alá voltam rendelve a feletteseimnek, és nekem is voltak alárendeltjeim. Ott kemény törvény uralkodik, hogyha akkor tört volna ki a háború, akkor parancsszóra kellett volna menjek életet kioltani. Isten figyelmeztet, hogy a magyar nép a többi kelet-európai nemzettel karöltve, az Amerika által kontrollált világmédia áldozata. Eképp a világbékébe vetett hitét és reménységét nem a valóságra, hanem az amerikai szórakoztatóipar termékeire alapozza, mert az amerikai hírek, az Amerika által kontrollált magyarországi média is a szórakoztatóipar terméke. Egy kis hozzáfűzést, Kinga mondja azt, amit kapott, igen, sajnos úgy néz ki, hogy... Tehát a figyelmeztetés minden egybecseng, hogy Magyarország döntött, Magyarország Amerika mellett döntött. És ugye azt a érdekes figyelmeztetést kapta Kinga, azt a kiáltást hallotta, hogy Sasha, 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 csak ugye jött ez a bye-bye Sasha, ugye ez a
ez a nóta, amivel ugye Isten így próbálta megmutatni, hogy itt az történt, hogy a magyarok búcsút mondtak a törvénynek, búcsút intettek Szásának, ugye Oroszországnak, búcsút intettek. Ezáltal állást foglaltak Amerika mellett. Persze ez nincsen kimondva, de a langyosságnak az lett a következménye, hogy mivel nem akartak dönteni, a fenti törvény szerint bekényszerültek a rossz csapatba, mivel nem döntöttek, nem akartak dönteni idézőjelben a Szása mellett, ugye, a törvény mellett, ezért bekényszerültek megint a rossz oldalra, mint legutóbb, aminek ugye a következménye, mint mondtam, vérfürdő lesz. És ezeket a szavakat azért mondtam, azért mondhattam, hogy aki hallja, hallotta, az vegye ilyet itt a dolgoknak, és most, amíg nem késő, kiáltson az élő Istenhez, hogy meglássa, megtudja, hogy mi az ő teendője, hogyan menekülhet meg. Amennyiben a magyarok továbbra is az Amerika által megvezetett vezetőket követik, teremtünk Jézus Krisztus által kijelentett szava helyett, menthetetlenül elvesznek. Figyelem, ma még van lehetőség Istenhez fordulni a látásért, bűnbocsánatért és oltalomért, de holnap már nem biztos, hogy lesz, aki ezt a lépést megtegye. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!